Sziasztok srácok, nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit, és hát már nem ismétlem önmagam, Dark Soul, NXPC, én, meg többiek, stb. Úgyhogy na, ott tartottunk az előző epizódban, azaz ma, ott tartottunk, kicsit vettem egy mély levegőt, meg egy kicsit próbálgattam a dolgaimat, hogy mi a tubrué megy le nekem állandóan a stamina, aztán rájöttem, hogy egy kicsit nehéz a Dark Sword, így fejlesztés után, úgyhogy egy kicsit több staminát emész fel minden egyes csapásra, de ha előveszem a pajzsot, és csak egy kézbe használom, akkor még tűrhető állapotban van, úgyhogy lehet, hogy pajzsal fogunk menni, illetve annyi, hogy egy kicsivel könnyebb cumókot tettem föl magamra, át is váltok, jó? És akkor meglátjuk, hogy mi merre hány méter. Na, menjünk tovább, visszamegyünk, nem hagyjuk annyiba a dolgot, tehát ja, így van, a Dancernek a hall-jába megyünk. Nos, srácok. Ja. Tehát, meglátjuk, nem biztos, hogy boldogulni fogok ellene. Annyi információt kaptam, hogy a Frost Damage-re, bocsánat, Lightning Damage-re érzékeny a boss, de úgy vagyok vele, hogy hát igen. Tehát egyelőre, ugye nem fejlesztettem fel a kardot. Meg azzal még várok szerintem egy kicsit. Megpróbálkozunk boldogulni. Opa, boldogulni vele. Így. Úgyhogy, ja, meglátjuk, hogy hogyan lesz tovább. Nem biztos, hogy sikerülni fog. Na, gyere. Oké. Tehát nem biztos, hogy boldogulok vele. Az gáz, hogy nem tudom, lehet, hogy nem bírom kivédeni minden támadását, meg... Várjátok, nem popázom most el az időt, most figyelek. Hopp! De lehet, hogy nem is lehet, nem tudom. Ennyit tudok, hogy Lightning Damage allergi a boss, úgyhogy fogalmam sincs, hogy merre tovább. Majd megpróbáljuk, hogy működik-e. Így egy kicsit kevesebb staminát emészt föl, többet tudok gurulgatni, meg sprintelgetni. Úgyhogy meglátjuk. Úgy néz ki, hogy gyorsabban is haladok. Kicsit dinamikusabbá tettem a karaktert, lehet, hogy ez a védelmem kárára ment, de nézzük meg. Na nézzük! Határozottan jobban tudok mozogni, ez tény. Ez az több kevesebb sikere. Hú, minden menekülni. Oké. Okay. Tudunk egy eszközt tolni a búránkban. Hát azért nem sokat vettünk le az életéből. Nem vagyunk elég ügyesek, én már rájöttem. Come out! Nagyon beszédes. Oké. Na most kell majd a stamina. Wow. Wow. Még egy ilyet csinál, megdöglök az meg. Hogy lehetne kitérni előle? Pedig próbálok elgurulni előle, de... Agyalok még rajta egy kicsit. Pedig nem lenne rossz, de most már egész jó. Pajzsol tudok a leggyorsabb maradni, úgyhogy muszáj vagyok rajta. Tudom, hogy gyenge a támadó erőm így, de ez van. Most ezt kell szeretni. Most ezt dobta a gép nekem. Amikor... Nézd meg a kis köcsögöt, baszd meg. Oda nézd, baszd meg.
kis rákos pöcsök. Na gyere! Most éljön! Gyere! Faszolsz! Na! Nem is töltök ki életet. Szerintem. Nem tudom. Agyalok közbe, hogy hogyan lehetne őt így kibekkelni. Hogyan lehet őt kikerülni. De akármerre próbálok elgurulni, akkor is arra fog fordulni, vagy egy másik technikát fog behozni, amit legalábbis én észrevettem. Vagy valóban én vagyok béna. Úgyhogy ez már mindjárt kiderül. Szerintem. Látok. Halló? Mondjuk lehet, hogy kibírnám védeni, azt nem próbáltam meg. Én annyira nem akarom megpróbálni, mert elég durván támad, tehát... Lehet, hogy leszúzza úgy a staminámat, mint a pizsa. Nézd meg, és megint beszorít a kibaszott sarokba. Kis köcsög. Várjatok. Nagyon ijesztő ez a karakter. Különben. Az késő bánat volt. Nagyon durva sebzése van a bossnak. Nem merem bekockáztatni, nem töltöm az esztuszkot, mert olyan sebzése van, hogy wow. Gőzöl egyet. Fog bebolondulni. Én akkor úgy tudom, hogy nagyon távol kell menni tőle. És most arra vagyok kíváncsi, hogy... Ez az, hogy akár merre megyek előre. Aha! Oké. Nyugi. Nyugi, nyugi, nyugi. Most elindul majd felé. Át kell ugranom a lábak közt, erre már rájöttem. Ha tudok. Hát. Wow, close damage. Bassza meg. Ezzel mindig kinyír. Ez az utolsó, ami állandó jeleket kinyír. Nem tudok olyan gyorsan reagálni, bassza meg. Most lefúj, meg a faszom, meg izé. Nagyon durva elemi. Vagyis boss. De megpróbáljuk kinyírni. Látok közben. Hogy... Azért nem biztos, azért biztos, hogy kedvé oda kapcsoltam az átváltásra, esetleg kifagyna ez a játék nekünk. Hát érdekes. Jól van. Nem baj. Gyakorlat teszi a mestert, ugye? Most ennyi siker után azért lehet valami kudarc is, nem? Úgyhogy úgy vagyunk ezzel a dologgal, hogy kicsit föltöltjük, még ránk ugrik. Nézd meg a kis faszt! Istenem, ez a fasz. És ez Rittig bedobja, gyere ide! Beszedlek még a levegőbe is. Na! Akkor a lába közke... Hát de basz meg! Ez is olyan, mint az Abyss Watcher. Össze-vissza kell ugrubugrálnom, hogy egyáltalán hozzábírja kérni. Főleg a második részbe, de... Hogy? Hogy? Egyszerűen folyamat be van bolondulva. Azt látom, hogy elindul valamerre. Valahogy be kéne szorítani a sarokba. Vagy nem tudom, milyen megoldások vannak rá. Tehát... Csak történik majd valami.
Látjuk, hogy mi történik. Erre majd kíváncsi vagyok, vagyis vagyok. Ó, oh, hogy baszódj meg, öregem. Szívom a répát ezzel a döggel. Kicsit előré megyek, igen. Szerintem most ugye lehet felhívni. Tényleg? Erről. Megpróbálom kitapasztalni. Egyszerűbb legyen majd. Telibe rám ugrott. Az vákod. Kurva gyorsan kell megölni. Mert amúgy nekünk kell. Nagyon. Bassza meg, nem figyeltem a health-emre. De jó a megközelítés. Úgy látszik közel kell maradni hozzá, ilyenkor. Nem szabad elmenni távolra. Úgyhogy... lehet, hogy következő meccsben már jobb lesz, egy fokkal. Egy kicsit tátva maradt a szám, úgyhogy bocsi. Mert úgy koncentráltam, hogy ez nehezebb az meg, mint a bármelyik eddig. Legalábbis most úgy érzem. De lehet, hogy nem így lesz, nem tudom, majd mindjárt kiderül. Hú, tehát a víz szakad rólam, még mindig. Szemétje már itt jön. Gyere csak, gyere. Na jó. Nézzek, nem figyelek és már szögdös a kis szemét. Gyere már ide és ne feladjál. Na. Azt mondja, hogy... Hú, hát leszakadt rólam a víz, az tény, hirtelen. Majdnem megvolt, csak elhatalmasodott rajtam, hogy most lehet, hogy megbírjuk ölni. Aztán valószínűleg ez játszott közre. De semmi gond. Tanulunk a hibáinkból.
az érdekes landulás volt, nem tudom, valaki észrevette. Azt mondja, támadunk és közbe gurulunk. Oké. Okay. Csak ez a fasz lovag ne szorítana be oda a sarokba. Állna beszorít, bassz meg. Wow, fasz meg. Ennél a sokkal se bírt volna jönni. Na nézzük, eredet. Nem bírok kijönni tőle. Ez beteg ez a... Boss. Addig jó vagyok most. Jó, elfelejtett a staminám, ez az én hibám. Látok, egy farkas jön most. Bepipultunk. Oké, okay. Futás közel hozzá. Igen. Vigyunk. Nagyon durva. Bassza meg. Italozás. A farkával jön. Most. Maradjunk a utánál. Barok? Ah, ez már kikaptam, de semmi gond. Csak nyugi. Barok? Kussunk oda közel hozzá, mert rájöttem. Ezt tud? Az utolsó. Egy ütés. Menni fog? Basszanak! Jó! Megvan! Megvagyunk, srácok! Megvagyunk! Szerintem át is léptem! Megvagyunk! Megöltük! Meg... Sikerült! Ez az! Ez az! Ez az! Úgyhogy, ja! Wow! Csak rájöttünk, hogy hogy kell őt megölni. A kis szemét ládája. Hú! Basszátok meg! Hát leszakadt rólam annyi víz, hogy azt hittem, hogy... Hú! Basszak, most jöttem a strandról, he! Húha! Na, ezzel meg vagyunk, srácok. Eddig
Hát ez nagyon nehezen ment, hogy őszinte legyek, kurva nehéz volt megölni. Borzasztóan szorítottam az Xbox joystickot, hogy hú. Sőt, szerintem szakad rólam a víz, mint állat. Úgyhogy, hú, főleg amúgy is nagyon meleg van, de wow, már bocs, hogy veszek egy lélegzetet, de wow, sikerült, sikerült, srácok. Úgyhogy megvan. Látva marad a szám mindig, annyira koncentráltam már, hogy már levegőt se vettem konkrétan. Meg már pislogni se pislogtam, úgyhogy most bepótolom. Úgyhogy, wow, és akkor ezután most mi lesz? Amúgy. Ezután jön a Champion of Gundyr, ugye? Legalábbis, amit Soul of Cinder írt nekem a kommentbe, ha jól tudom, mondjuk nem biztos, hogy sorrendbe pakolta a izét, nem tudom, fogalmam sincs, de talán ő mondta, hogy ha azt hiszem őt, ha megkilódok vele, akkor, ha jól tudom, lesz valami kis, nem tudom mi az, közben elindítom, hú, várjatok, úgyis villudzani fog egy fél sort, hát szakad rólam a víz. Szóval ő mondta, hogy lesz valami, mit tudom én, valami, ami egy titkos ajtó, vagy egy fal, vagy elképzelésem sincs, hogy micsoda. Ez majd úgyis kiderül, bocs a villódzásé, csak hát elég nehezen akar felkölni mostanában a Dark Soul. Na, tényleg nem tudom mi a gond, de ezt minden egyes részben elrészletezem nektek, úgyhogy biztos unjátok már. És valami kis lófasz fog megjelenni ott, nem tudom mi, vagy valami ajtó, nem tudom. És most kivételesen tényleg valóban nem néztem meg a dolgokat. Most úgy vagyok vele, hogy rábízom a véletlenre, mert amúgy valljuk be őszintén, valóban valamilyen szinten csalás. Ez az én részemről, hogy megnézem, hogy más ki, hogy taktikázik, meg minden, ezzel tisztában is vagyok. Hú, várjatok. Ó, minden bejövünk. Tehát ezzel tisztában vagyok, valóban, igen. Hát én úgy vagyok vele, hogy mivel teljesen unskilled voltam a játék legelején. Szerintem most is az vagyok valamilyen szinten. Mert valóban nem ismerem még a játékot, azt sem tudom, hogy hogyan kell egy konkrét karaktert összetákolni. Vagyis most olyan pillanatban azt csinálom. Úgyhogy... úgyhogy, ja, hát... ez mi? Várjatok. Could this be Idem? Amúgy van valami item? Jut is eszembe. Hát ezt felvesszük, bár sokkal nem dobja meg a dolgainkat. Érdekes, fogalmam sincs. Nem tudom. Hú, leszakad rólam a víz, srácok. Ha kinyitom, akkor ugye nem megyek át máshova, mert ahhoz nem nagyon van kedvem. Vagy egy másik boss, ugye nem jön be. Ja. Halló? Bocsi? Van itthon valaki? Jöjjöjjöjj. Ő él? Hát nem tudok rá fókuszálni, úgyhogy lehet, hogy nem enemy. Tudok vele beszélgetni? Már pedig ő él, nem? Olyan, mint hogyha lélegezne. Na jó, van, reméljük nem fog hátba szurkálni. Jó, ezeknek milyen fura fejük van? Ez mi? Be wary of monster right. Oh! Srácok, na, nincs esztuszkom, és nem szeretném elveszíteni a pontjaimat, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy ide szépen leülünk resztelni. Jó? És visszaszaladunk hozzá, és megpróbáljuk megölni. És megnézzük, hogy hova lyukadunk ki. Erre kíváncsi vagyok. Hú, bazzeg, azért vannak itt szerszámok, amikkel itt szaladgálnak. Megbírjuk seggelni? Halló! Hú, de csúnya vagy, bazd meg! És ez mi? Oké! Okay. Hú, basszus! Ne haragudjatok! Sorry!
A lényeg az, hogy megöltük ezt a uborka fejűt. Kicsit elvitt a játék így gondolatba, úgyhogy elnézést, egy kicsit későn kapcsoltam be, de mindegy, igazániból itt vagyunk. Tehát nem vagyunk messzi, itt sétált ez a, elmutatom azért, hogyha valaki nem játszott még vele. Erre sétáltunk, ugye ott töltük meg fönt a boszt az ajtón túl, úgyhogy lejöttünk itt a lépcsőn, és erre jöttünk. És ott volt ez a Dragon Pines, ami nekem, mint szimbólum, nagyon hasonlított valamire. Mármint úgy szimbólum, hogy nem tudom, látjátok-e, hogy hogy ül itt ez a bábú. És én láttam már ilyet. És ha jól tudom, de természetesen lehet, hogy hülyeséget mondok. De ha jól tudom, akkor ez, itt hasonló pózban üldögélnek ott melyik az a pálya? A Dungeonbe? Azt hiszem. Tehát ahol mielőtt megöltük volna a Jormot, azelőtt ott ül egy van egy ilyen szentély. És az ugye most csak szigat. Kinyissam. És a mimik? Titanic Scale, helyes. Ez egy illúzió? Jó van, srácok. Szerintem erről beszélt nekem a Soul of Cinder. Mármint a egyik kedves néző. Szerintem ez lesz az, amire, hogyha rákoppintok, akkor kinyílik. De nem merek bemenni, az gáz. Vagy várjatok? Jó. Hát elég gyanúsnak tűnik a hely. És ha jól emlékszem, szerintem menjünk vissza és költsük el a pontjaikat még mielőtt elbasszuk. Úgyhogy az azért egész tetemes mennyiségű, ebből már kettőt tudok fejlődni. Úgyhogy visszamegyünk, jó? Ide úgyis vissza tudunk jönni. És szintén a nézőimre hagyatkozok. Ők mondták, hogy ha szeretnék Lightning Gem-es Darksword-ot, akkor igazániból a Dexterity-t egy picit hanyagoljam, és gyúrjak rá a Strange-re. Very well. Then touch the take nourishment. Először felhasználjuk ezt a kettőt. Úgyhogy rányomunk Strange-re, bár az már elég keményen van, hogy őszinte legyek. Ó, 31. Jól van. Semmi baj. Akkor visszamegyünk. Tehát attól félek, hogy nem. Várjatok. 31, ugye. Oké. Okay. Várjatok. B, B, B. B, oké. Okay. Most nem érdekel, hogy te mit magyarázol. Vannak itt nekem ilyen eltengődött szózaim. Sőt, wow, még megvan. Jormnak is a szóza. Wow. Hát elfeledkeztem róla, srácok, nem ragudjatok. Ezt felhasználjuk, jó? És akkor ennyivel ennyi. Én úgy vagyok vele, hogy hagyok fejlődési szintet. Nekem annyira nem fontos most a level up-olás, de azt tudom, hogy dobok Strange-re, lehet, hogy rádobom mind a kettőt, jó? És akkor ugye fétem az már alakul. Hát, nézzük meg. Mennyivel lettünk ügyesebbek? Hát, az az igazság, hogy szerintem egy kezesből a fél sztaminámat leveszi. 3-4, igen. Tehát, hogy még mindig gyér a dexem, vagyis a... Még mindig, vagy lehet, hogy gyenge vagyok, nem tudom. Megnézzük, hogy mit kapok amúgy a jóképű szózáért. Kíváncsi vagyok. Jaj, nem itt van a kis haverunk. Hát itt egyelőre jónak a... semmit nem kapunk érte. De megvan mindenkinek a feje, már csak ő hiányzik, ugye? Őnek is itt van, igaz? Igaz, igen, jól van. Oké. Srácok! Nem tudom, felhasználjam. Mondjuk igazándiból elfér, de
Lehet, hogy Jormhoz kell. Úgyhogy lehet, hogy felhasználom az összes szolzomat. Meglátjuk, hogy mennyire jön ki, jó? Jormhoz, bocsánat, Gundirhez, ugye Champion of Gundir a neve. Felhasználjuk, így van. Nem tudom, mennyit kapunk tőle. Hát jó, ez a maradék valószínűleg. Nem nagyon tudom értelmezni, hogy hogyan osztályozza ezt a dolgot, de oké. Illetve itt van Jormnak a lélke. Ez mi? Ez tud sár. Azt majd felfejlesszük. Jó, Selector, kiválasztott. Ah, picsába, de hülye vagy. Hát ebből már azt hiszem egy kijön. Aztán meglátjuk Jormnak a lelkével együtt. Hát remélem, hogy... Hát, srácok, gyér lesz. De mindegy, legalább elveszítjük. Van miért küzdenünk. Jaj, nem ebbe akartam. Ha elveszítjük, elveszítjük, ha nem, nem. Most engem az őszinte leszek, nem foglalkoztat. Maximum eladok még valamit, úgyis van annyi szarom. Várjátok, megnézem, mennyi egy fejlesztés. Azt hiszem 32, de utána újra nő egyel, úgyhogy egy ilyen 5000-es témát azért. És 5000-es témát el kéne dobnom. És azt is tudom, hogy mit. Bassza meg, nem tettem be a szerszámokat. Mert vannak ilyen egyéb érdekes dolgok, amiket én nem szeretnék megtartani. Ugye? Ezeket mind bedobálgatjuk, jó? Oké. Okay. Meg. Jól van, más nincs. Ebből én szeretnék elpasszolni, mert például ez a bilégező vagy én egy ilyen, amit összeszedtünk a... Tehát ez a... Akármi, ez nekünk nem kell. Hú. Handmade Stature. Lothric Knightsworthből kettő van. Úgyhogy az egyiket biztos, hogy elpasszolom. Ez marad. Ez a Flameberg, Black Knightsword. Hát, srácok, nem tudom. Én, nekem ez tetszik, mint kinézett, de nem biztos, hogy már használni fogom. De én ilyenekkel például nem nagyon tudok mit kezdeni. Sőt, ezzel sem tudok mit kezdeni. Sőt, ezzel sem. Illetve ezzel sem, és ezzel sem. Sokkal nem lettünk előrébb szerintem. Ja. Be sure to bring more soap. Ahhoz valami baszóbb kardot kell eladnom. Hát jól van, srácok, maximum. Welcome home, speak. Very well. Then touch Hagen. Most dobok a fétre. Ugye azt javallották. És igen, még össze kell kapirgálnom valahonnan. Olyan 2000-et. Hanem 3-at, úgyhogy valamit még megpróbálok elpasszolni. Mondjuk vannak olyan páncélok is, amiket én konkrétan nem használok. Ó, oh, ott a staff. Az nekünk nem kell. Az maradjon. Pajzsból, Lothric Light Shieldből már van együnk, úgyhogy az nem kell. Ebből is van még együnk. Hát... őszinte ezek ilyen bugyogókat én nem nagyon szeretném fölvenni. Nekem az nem áll jó, úgyhogy ezt is eldobjuk, ezeket a papmaskorákat. És akkor így már lesz elegendő, és... Hát tudom, hogy azt mondtátok, hogy ne foglalkozok most a Dexterrel, de... Dobjak Strange-re? Hát nem sokkal leszek erősebb, de... Hát nem tudom, srácok, mi a tökömre dobjak. Fate-re? Még mindig? Igazándiból jobb lesz a ellenálló képességem, ez valóban így van, de... kicsit dobok Dextre, jó? Ez tényleg ez az utolsó. Vagy ki tudja. Igazándiból nem értek hozzá. Úgyhogy annyira nem is foglalkoztat, valahogy beszkillezem magamat, ahogy tudom, azt viszontlátásra. Ha meg nem jó, akkor majd korrigálok. Egyelőre úgy néz ki, hogy jó. Ja, és egész gyors maradt. Na jól van. Még van egy pár percem. Én ezt azzal töltöm, hogy megnézzük, hogy ki van a fal másik oldalán, és hogy mikkel vannak. Mikkel állunk szembe. Hú, előre fosok. Ráadásul úgy, hogy ez a akármi is van rajtam.
Aztán visszajött a jó képű, igaz? Szerintem igen. Igen. Hát, hogy kemény. Ó, ügyes. Wow! Hát azért jobban tudok most reagálni, úgy néz ki. Hát, stájteni csárdánke. De... Na jól van, nézzük meg, hogy erre itt a lukba mi van. Szerintem elvérzek. Bocskosul. Time. Place a key. Hogy értve, hogy place again? Fú, basztatok, meg miért fagyott ki? Most miért fagyott ki? Oké. Úgy látszik, hogy máma nincsen szerencsém. A játékkal. Fogalmam sincs, mi lehet a gond. Elrohadja, meg nem tudom, hogy miért csinálja ezt. És most majd megint nem indul el. De, elindul. Ez mi volt? Most mi történt? Mi volt az oka? Eddig csak bossnál csináltam, most már a játék végére minden 1 és 5 másodpercben ki fog dobni, mert annak nagyon fog körülni. Lehet, hogy nem fogja engedni nekünk, hogy átjöjjünk ide? Várjatok. Ha? Vagy valami itt van, amiről én nem tudok? Én úgy tudom, hogy Gundyr van itt, de na. Látok. Most visszamegyünk. Vagyis addig még nem lesz stabil a játék, addig nem biztos. Á, oké. Várjatok. Még ugye most keltem föl csak itt. Most ugye leugrok ide. Oké. Na, most stabil maradt, jól van. Hát is váltok nektek. Bocsi, ne haragudjatok, hogy így ezt csinálja a játék. Fogalmam sincs, hogy mi az oka. Nem tudom. De hogy értve, hogy ismerős ez a hely, vagy... Vagy már jártunk itt. Shriving Stone. Jártunk itt. Miért jártunk itt? Oké. Okay. Ez a pálya legeleje? Kutya hangokat hallok. Húha! Azokat nem szerettem soha. Húha, hát nem sok esélyem van ellene. Oké. Okay. Hát ez érdekes volt. Oké. Okay. Valahol itt hallom a kutyákat, de ha ilyen meglepetésszerűen fognak érni a dolgok, az nem le... Oh, wow, 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 wow. Hello? Titanic Shard. Itt annyi Titanic Shard van ezen a pálya részen, hogy szerintem itt át lehet gondolni a játékot, hogy... Aha, ott vagy el. Hello! Szia! Mizu! Hú, ketten is vagytok! Bassza meg! Jó van, akkor tudunk egy olyat esetleg eszközölni, hogy... Oké, okay, eddig jók voltunk. Amúgy ezek nem, miből vannak ezek, hát? Valaki még itt, aha, ott van még egy kutyus. Ártok. Hű, nem is egy. Szerintem, menjünk el egy másik irányba. Nézzük meg, hogy erre mi van. Itt is kutya? Mindenhol kutya van? Baszódj meg!
Titani Chunk, ez már jól jön nekünk lassan. Van itt még valaki? Amúgy. Jó, de azt megnézi, hogy mi van ott. De ott is van valami. Szeretettek észrevesznek? Halló? Csak kijön. Jól van. Hát én ne piszkálom őket. És hogyha minden gyanúm beigazolódik, akkor most nem akarok szarakodni a Crystal. Nekem erre nincs időm, meg energiám se. Én ettől fosok most. Furán sötét a pálya. Mondjuk azt tudom, hogy láttam a Champion of Gundyrnak a izéjét, azt tudta. Nem már. És ő egy enemy? Bassza meg! Mi a fasz? Faszom öccse. Hú, az kemény volt. Azt a kurva. Nem. Srácok. Felejtsd el. De az a baj, visszahíleli magát, igaz? Nem. Azt a bizony kurvágát, hogy kiperizik. Ha neked lehet, nekem is. Baszd meg. Meg. Nem lesz a jó ötlet. Bassza meg, mi a fasz? De ez a kibaszott Timber miatt van. Majdnem megöltük. Jól van. Jól van, srácok. Hát nem tudom, tudok ezzel a dologgal mit kezdeni. Most azt fogom csinálni, ami nem biztos, hogy jó ötlet. Szerintem át kéne futni. Szerintem. Szerintem nem. Várjál. Egy néni ott jön. Wow! Jól van. De azért nem lesz jó. Nem láttunk. Semmit és senkit. Jól van. Oké. Hát ez nem olyan, mint az első pálya. Ezt még nem akartam nézni, hogy valóban erre kell jönni, vagy... Ez hol van? Hol van az a szemétláda? Gyere ide! Na. Azt mondja, hogy... Te szemét. Te. Ó, itt nem volt senki. De majd mindjárt megkapódjuk. Elég Skyrim-os lépés volt. Valaki nagyon jó. Halló! Oké. Hallom, hogy járkálnak itt, de... Még jó, hogy azért jól van a kard. Van itt valaki? Aha. Ó, oh, ez rossz ötlet volt. Nem! Ott egy másik is. Meg van itt még valami. Ez valami hílelős cucc lehet biztos. Halló! Ó, oh, már ott... Hát, hogy mondjam nektek?
Azért, valljuk be őszintén, hogy... Wow! Faszom azt sem! Állíts már magadból! Azt nyíl meg át ki a fejembe! És még mindig szakadnak rám! Mi a faszom folyik itt? Próbálkoztál volna. De nem jött össze. Hű! Hát halljátok? Ennyi esztuszkal. Hát akkor ezek szerint itt van, akinek kell lennie. Meghalunk. Ez tuti. De én 100%-ig biztos vagyok. Nézzük meg, hogy mennyire. Jaj. A kedvencem. Régen, képzeljétek el, annyit szívtam vele a répát, baszd meg. Nászle! Lomának tűnik most. De szerintem csak játssza a búráját. Oh! Wow! Kár volt, elszólj magad! Bassza meg! Ezt húzd! Gyorsan! Még Gundir papa! Az nagy hiba volt! Majdnem ledobott a halál faszára! Wow! Túlreagáltam a dolgot, bocs, sem akartak megbántani! Bassza meg! Húha! Basszus! Bassza meg! Hát egy kicsit túlreagáltam, lehet, hogy megbántottam, vagy nem tudom, valamiért. Valamiért ez most nem úgy jött össze, ahogy kellett volna. Semmi gond. Amúgy arra vagyok kíváncsi, hogy ki lehet perízni, nem mi? Mondjuk ki lehetne védeni ezzel a pajzsa elviekben 100%-os, csak hát szerintem olyan erő van a csávóban, hogy végem van. Érted? Úgyhogy nem valószínű, hogy ez olyan egyszerűen megoldható. Hát nem akartam elhasználni az esztuszkomat. Basszus, a kovácsnál meg még nem is vittem be. Hogyan tudnánk? Bebírnak vajon jönni utánam a... Csak is... Hát az emberök. Arra nem szeretnék menni, arra most sokan vannak, viszont van egy másik út. Bár mindegy, teljesen mindegy. Mondjuk ez egy jó megszokott téma. Oké. Egyszer. Jön egy másik. Gyere öreg. Gyere, te is gyere. Gyere. Hú, az közel volt. Nem szeretnék ezt tuszkot használni, amíg be nem léptem hozzá. Aha, ott vagy. Jól van.
Nagyon hadd ásik. Nézd meg, hogy dobálna. Segítek! Gondoltam, te kis fasz. Jól van. Halló. Mindjárt lőnek ránk. Igen. Most kell az eszkusz. Bejönnek utánam? Nem. De Gundir bátyánk már életben van. Ami baj. És ez nagyon nem jó belépő volt. Na gyere. Nézzük meg mit. Azt tudom, hogy kemény vagy, mint állok. Messzi volt. Ó, elfelejtettem. Oké. Uha. Ez a hátba dugás, ez nagyon durva. Wow! Wow! Most van időm. Hát, csak fölöslegesen. Wow. Wow, hát ez wow. Itt vértigzetek a holnapi nap folyamán. Na jól van, srácok. Kicsit kíváncsi voltam, hogy mire számoljak. Így más azért másnál nézni, hogy ő hogy tolja. Meg más az, amikor te csinálod. Eléggé, úgyhogy teljesen mindegy, hogy valaki már előttem járt-e itt, akkor is én rajtam múlik, hogy mennyire vagyok... Várjátok? Undead Graves, oké. Okay. Hogy mennyire vagyok felszkillezve arra, mert lehet, hogy más keményebben tolja. Hát... Én... Nem. Na, srácok, kicsit elhúztam az időt, bocs, ne haragudjatok. Szerintem holnap ő lesz a fő témánk. Lehet, hogy két epizódos boss lesz, mert állítólag nagyon nehéz megölni. Vagy nem tudom, hogy esetleg mivel lehetne őt meggátolni. Elviekben nem tudom, hogy ki lehet perizni, vagy valami. Várom a kommenteket, stb. És hogyha... Na. Tudjátok. Nem tudom, mit akartam mondani. Na, mindegy. Semmi probléma. A lényeg az, hogy holnap Gundir napot tartunk. Máma túl vagyunk egy bosszon, azt hiszem, egyetlen egyet öltünk meg egy kicsit elbókláztunk ott a izéknél. Úgyhogy, srácok, holnap várlak benneteket a Champion of Gundir kinyírásával. Nem valószínű, hogy össze fog jönni, így elsőre, de azért két epizódon keresztül reméljük, hogy sikerül. Úgyhogy, na, addig is puszantalak benneteket, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és akkor holnap találkozunk. Sziasztok!